Már jóval az állásbőrze megnyitása előtt gyülekeztek az emberek Topolya központjában, több száz állástalan látogatott a művelődési házba. A bőrzét nagy érdeklődés követte. Kőrösi Brinza Bernadetta textil, illetve grafikus tervező is. Azt reméli, az állásmustrán sikerül munkahelyet találnia. Próbálkozok én is ugye munkát találni, valami konkrétat itt a környéken. Tehát most úgy egy két hónapja intenzíven keresek munkát. Ugye interjúkra bejutottam, de tovább sajnos nem sikerült. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint az észak-bácskai munkanélküliek 50%-a nő, a többiek pedig pályakezdők, illetve 50 év felettiek. Milyen munkákat keres, mi a szakmája? Automechanikus, ABC kategóriámban, sofőrnek. És hogy látja, az időseknek mennyire nehéz munkát találni? Nehéz. Hát már két éve nem dolgozok semmit. A 32. észak-bácskai állásbőrzén kereskedők, fizikai munkások, szakácsok, technikusok és autómechanikusok jelentkezését is várták a munkáltatók. Agrármérnököt keresünk, aki növényvédő, tehát elsősorban arra lenne szükségünk, illetve minőség ellenőrre, és itt elegendő a középiskola, ami élelmiszeripari vagy vegyészeti. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársai az önéletrajzok kitöltésében is segítettek a jelentkezőknek, illetve az aktuális pályázatokról is beszámoltak. Az észak-bácskai körzet területén most körülbelül 17 ezer a munkanélküliek száma, Szabadkán körülbelül 11 ezer, Topolyán 3600 és Kishegyesen körülbelül 2300. A tavalyi adatokhoz képest kevesebb állástalant tartanak nyilván a régió. Az állásbőrzéknek köszönhetően tavaly 600 személy talált munkát az északi körzetben. Topolya, illetve Kishegyes községek területén 200-an helyezkedtek el a hasonló akcióknak köszönhetően.